Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Kegyelem néktek és békesség az Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, szombati Isten tiszteletünkön. Remélem, hogy minden rendben van veletek, jól vagytok. Tudom, hogy elég nehéz időszakot élünk, de azt gondolom, hogy emlékezzünk Turmezei Erzsébet gondolataira, arra, hogy Isten sosem ejt hibát. Ebbe belekapaszkodhatunk. És belekapaszkodhatunk a Korintusbeliekhez írt első levél 10. fejezetének 13. versébe is. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Testvéreim, Isten tiszteletünket egy közös énekkel kezdjük meg. Imádkozzunk, testvéreim! Drága jó Úrunk, hálásak vagyunk a te szeretetedért. Hálásak vagyunk azért, hogy bízhatunk benned. Hogy a nehézségek közepette is, ahogy a költő mondta, tudjuk, hogy te nem ejtesz hibát. Tudjuk azt, hogy bármi történik velünk, életünk minden pillanatában, az mind-mind előtte már te előtted volt. És minden azért történik, Urunk, hogy minket alkalmassá tegyél az örök életre. Istenünk, bocsásd meg, hogy oly sokszor áthágjuk a te törvényedet. Bocsásd meg, hogy a jellemünk még mindig olyan, hogy szükségünk van a próbákra. De köszönjük azt, amit a korintusbeli levélben olvashatunk. Köszönjük azt, Istenünk, hogy te nem engedsz minket feljebb kísérteni, mint ahogy elhordoznánk, és talán ami még nagyobb mutatója a te csodálatos szeretetednek, hogy mindig megadod a nehézségből vezető, kivezető utat is, az ahhoz való erőt is biztosítod a számunkra. Istenünk, könyörgünk, segíts abban,
hogy vágyjuk ezt az erőt. Vágyjuk a lelked vezetését, vágyjuk a te közelségedet, mert ha ez így van, ha ez megtörténne, ha mindig rád tekintenénk, akkor bármilyen nehézség is lenne az életünkben, megnyugvással élhetnénk a napjainkat. Urunk, kérünk, segíts abban, hogy jó eszközeid lehessünk más emberek hitre jutásában. Segíts abban, kérünk, hogy be tudjunk téged mutatni az embereknek a szeretetünkkel, a jóságunkkal, életünk minden pillanatában. Kérünk, légy azokkal is, akik nehézséggel küzdenek. Áld meg a betegeinket, áld meg a hozzátartozóikat, és segíts Istenünk abban, hogy áldott, békés, szent szombatunk legyen. Légy, kérünk, az ige szólójával. Áld meg őt is, Istenünk, hogy úgy tudja átadni az üzenetet, hogy az tényleg a szívünket megnyissa. Hogy ne csak most bólintsunk rá, hanem majd holnap is, holnap után is, és életünk további szakaszában is. Köszönjük a te szeretetedet. Jézusunk nevében. Nehéz lehet Istent az első helyre tenni. Mit tanulhatunk meg Jánostól ezen a téren, ami segíthet nekünk is? János volt a legfiatalabb tanítvány. Teljes szívéből szerette Jézust. Amikor Jézus elfogatásakor a többi tanítvány eloldalgott, ő végig ott maradt Jézus mellett. Megjutalmazta Jézus őt azzal, hogy gondviselésére bízta édesanyját, Máriát. Amikor János fiatal volt, haragos és robbanékony volt, nehéz volt neki megérteni azokat, akik elvetették Jézust. Egyszer azt javasolta Jézusnak, hogy tűzzel pusztítsa el a samáriai falu lakusait. János életében nem egy pillanatnyi bátorság kellett ahhoz, hogy Isten tegye az első helyre. Az egy életre szóló elköteleződés, hogy úgy szeressen, mint Jézus. Jánosnak ez azt jelentette, hogy robbanékonyságát drága áldozatként áldozza fel. Ez az áldozat, amit Jézus lábához helyezett el, segítette, hogy a többi feladatát is elvégezhesse. Miután Jézus visszament a mennybe, János haláláig hű maradt Jézushoz még 70 év múlva is. Levelei mutatják a megtérésének részleteit. Azt írta, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Azt is írta, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Néha kétségbe esünk, hogy még mindig nem tudunk uralkodni a heves természetünk és világi kívánságaink felett. János teljes átalakuláson ment át élete során, hogy Isten tehesse az első helyre szívében. Segítsen minket János példája, amikor tizedünket visszaadjuk és adományainkat beadjuk, tegyük szívünkben Istent az első helyre. Hálaszöveget Jóel könyvének második fejezetéből olvasom. Ne félj, te föld, örülj és vigadozz, mert nagy dolgot cselekszik az Úr. Ne féljetek, ti mezei vadak, mert zöldülnek a pusztának virányai, mert a fa megterni gyümölcsét, a füge és a szőlő is kitárják gazdagságukat. Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, hálásan köszönjük neked, hogy minden nap segítesz nekünk, és valahányszor segítségül hívjuk a te nevedet, megtapasztalhatjuk, hogy hogyan vezeted a te néped fiait. Mert mindazt, amire szükségünk van, minden nap megadod nékünk, és úgy, ahogy itt az igében is, nem kell féljünk, mert kirendeled szükségletünket. Te adsz munkát, a munkának elvégzéséhez adsz erőt, és adsz anyagi javakat. És arra bátorítasz bennünket, hogy szeretettel és örömmel és alázattal hozzuk eléd, ami téged illet. Most itt van a tized és a háladomány, arra kérlek téged, Urunk, hogy áld meg és oda rendeld, ahol a legnagyobb a szükség. Ahol emberek közelebbről megismerhetnek téged, és együttesen készülhetünk a te eljöveteledre. Áld meg az otthon maradott részt is, és segíts, hogy azt is úgy költsük el, neved dicséretére is, és lelke képülésére tudjon szolgálni.
Köszönjük neked, hogy meghallgatsz bennünket, és hálásak vagyunk azért, hogy minden nap velünk maradsz az Úr Jézus által. Amen. Lélegezni a víz alatt. A tengerpartra építettem a házam, nem a fövenyre, ne hidd, hogy futóhomokra. Kőből építettem. Sziklaszilárd ház a viharos tengerpartján. És megismerkedtünk a tenger, meg én. Jó szomszédok lettünk, nem mintha túl sokat beszéltünk volna, találkozásaink csendesek voltak. Tiszteletteljes távolságból, a homokkerítés felett fürkésztük egymás gondolatait. Mindig ott volt közöttünk a föveny határ, örökös kerítésként nyújtózott a homokos part. Aztán egy szép napon, máig sem tudom, hogy történt, megindult a tenger. Figyelmeztetés nélkül, hívatlanul. Még csak nem is hirtelen vagy sietve, csak végigcsordult a homokon, mint a bor. Nem úgy, ahogy a víz folyik, hanem ahogy a vér csúran, lassan, de megállíthatatlanul, lassan, ahogy a nyílt sebből budjan elő a vér. És menekülésre gondoltam, vízbefúlásra és halálra, és miközben töprengtem, a tenger egyre magasabbra kúszott, míg végül ajtómig ért. És akkor már tudtam, hogy nincs menekülés. Sem halál, sem fulladás. Mert amikor eljön a tenger, hogy véget vessetek a jó szomszédságnak, a barátságos távolságtartásnak, akkor házadat koralkastélyra cseréled. És megtanulsz lélegezni a víz alatt. Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, hogy ezt a prédikációt hallgatjátok. Tudom, hogy mekkora kísértés távirányítóval a kézben egy unalmas prédikációt hallgatni. Amikor a prédikációról tanultam, akkor azt mondták nekem a tanáraim, hogy egy igehirdetésnek két alapszövege van. Az egyik a Bibliában van megírva, a másik pedig a gyülekezetben. Most, hogy nem találkoztunk több mint egy éve, ez azért egy elég nehéz feladatnak mutatkozik, ezt az utóbbit megtalálni. Nem járunk gyülekezetbe. Vajon mi hiányzik nekünk ebben a helyzetben? A megszokás? A közös éneklés? Biztos vagyok benne, hogy egy jó páran fel tudnánk sorolni sok dolgot azok közül, amik ebből az évből hiányoztak. Érdemes végig gondolni, hogy hogyan alakult ez az elmúlt év az Istennel való járásunkban is.
Vajon ez az elmúlt időszak megerősítette a vele való kapcsolatunkat, vagy éppen eltávolodtunk? Aztán hogyan állunk a hittestvéreinkkel? Közelebb kerültünk egymáshoz így a szükség idején? Vagy tőlük is eltávolodtunk? Hogyan állunk a lehetőségekkel? Hogyan ítéljük ezeket meg? A mai nap egy olyan témával szeretnék foglalkozni a 34. Zsoltárral kapcsolatban, ami ezeknek a helyzeteknek ad segítséget, motivációt. Azt gondolom, hogy sokunkat megkísért napjainkban az a kilátástalanság és reménytelenség, ami a világból tapasztalható. A Biblia számos helyen ad vigaszt ezekre, de valahogy mégis akadályba ütközik ennek az átélése. A 34. Zsoltár 9. verse így fogalmaz. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Vagy károli fordításban, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Arról szeretnék ma veletek együtt gondolkozni, hogy ez a boldogság, amit nem csak tudni, érteni lehet, hanem érezni, átélni, ez vajon honnan ered? Megítélésem szerint ez az Istenben elrejtett reménység. Az Istenben elrejtett reménységünkről szól. Ez az Istenben elrejtett remény az, ami érezhetővé és láthatóvá teszi Jézus Krisztus munkáját ezen a földön. Itt van Dávid, a Zsoltár írója, egy hithős, nem? De azért, ha jobban belegondolunk, egy csábítóból és egy gyilkosból vált ő példaképpé. Hozzáteszem, hogy a 34. Zsoltár akkor íródik, amikor ezt a csábító tettét még nem követi el. Ekkor még nem felejtette el, hogy Isten hogyan vezette az ő életét. Az első versben azt olvassuk, hogy abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Ákis király Dávidnak az egyik legnagyobb halálos ellensége volt Saul után. Dávid hálát ad ebben a Zsoltárban Istennek a jeles szabadításért, ünnepli Isten kegyelmét. Hálát mond a meghallgatott imáért. Dávid tudja, hogy az ember élete megszámlálhatatlanul sok veszélynek van kitéve, de arra is tanít, hogy Isten ezektől képes megszabadítani. A hívőket mai napig is véleményem szerint a félelemnek nagyon sok formája veszi körbe. Folyamatosan nyugtalanítja valamiféle közelgő veszélytől való aggodalom. A Zsoltáros célja annak a megmutatása, hogy jól lehet Isten gyermekei ki vannak téve ezeknek, mégis biztosak lehetnek benne, Isten lesz az életük hűséges felvigyázója. Azt is hozzáteszi, mégpedig nem ok nélkül, hogy akit Isten biztonságban megtart, azokat az angyalok erejével és közreműködésével védelmezi. Ha szó szerint akarnánk visszaadni a 9. vers jelentését, úgy is mondhatnánk, hogy ízleljétek és lássátok, hogy az Úr jó. Ez azt jelenti, hogy Isten részéről nem gátolja semmi azt, hogy ezt mi megtapasztaljuk, hogy az őt kereső ember tényleges tapasztalattal élhesse át az Isten jóságát. És itt érzékszervekről beszél, megtapasztalásról. Majd hozzáteszi, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Boldog az az ember, aki ő benne bízik, mert Isten soha nem okoz csalódást azoknak, akik őt keresik. De mégis fel kell, hogy tegyem azt a kérdést. Előfordul, hogy ezt nem érzem. Előfordul, hogy nem találom az életemben Istent. Előfordul, hogy nem érzem a jóságát. Bizony előfordulhat, hogy annyira összecsapnak a fejem felett a hullámok, hogy aktuálisan fogalmazzak, nem érzek ízeket, nem érzek szagokat, és nem érzem őt. De az a baj, hogy minden mást viszont látok. Minden más viszont zavar. Az Istennel és a másik emberrel közösségben élő ember képes észrevenni, hogy az Isten jó. Az Istenben elrejtett reménységem az, ami ekkor erőt adhat. Ezeket az érzéseket veszi el tőlünk a sátán. Azt fogja tőled kérdezni, hogy hol van ilyenkor Isten? Miért nem segít? Pedig ez az az Isten, akit, hogyha a 23. Zsoltárt nézzük, csordultig tölti az én poharamat, még a halál árnyékának völgyében is. Az az igazság, hogy a hívő ember nem tud mindent. Sokszor esünk abba a hibába, hogy érteni akarunk. Mindent meg akarunk válaszolni. De Krisztus hatalmát, áldozatát és szeretetét nem csak értenünk kell. Van úgy, hogy azt kell mondanom, nem tudom. Uram, nem tudom.
Gyakran félünk talán beismerni, hogy tehetetlenek vagyunk azokban a dolgokban, amelyekkel találkozunk. Tehetetlenek vagyunk önmagunkban a sátán kísértései ellen. Tehetetlenségünk beismerése az első lépés a gyógyulás felé, kiút a reménytelenségből. De mi lehet ennek a gátja, hogy elismerjük a mi tehetetlenségünket? Gyengének fognak tartani? Többet várok magamtól? Hát már évek óta keresztény vagyok, és még mindig ilyenekkel küzdök? Nincs hitem. Nézzük meg egy pillanatra, hogy Dávid ebben a Zsoltárban milyen szabadulásról is beszélt. Sámuel első könyve 21. része elmondja ezt a történetet. Dávid őrültnek tetteti magát. Firkálgat az ajtóra, folyatja a nyálát a szakállára. Ez aztán csodálatos megmenekülési történet, nem? De miért énekli meg ezt így Dávid? Izrael királya, korának legnagyobb uralkodója. És egy ilyen esetről úgy emlékezik meg, hogy az Úrral dicsekszik az én lelkem. Dávid a bukásai, a kudarcai során megtanulja, hogy Istentől függ. Tehetetlen az őt körülvevő veszedelmekkel szemben, ezért csak Isten szabadításában tud bízni. Ezt nevezzük alázatnak az ő életében. Nem attól fejlődünk lelkileg, hogy szabályokat, törvényeket, vallási hivatkozásokat tartunk be, hanem attól, ha megértjük az alázatunk lényegét Isten felé. A bukásaink során megtapasztalt kegyelemtől, a szeretet közvetlen átélésétől tudunk változni, amit a lélek munkája tud elvégezni bennünk. Ami aztán megúv bennünket a lelki gőktől, mert látjuk, mindig Istenre szorulunk, és nélküle tehetetlenek vagyunk. Ez a lelki gőg, vagy hívhatjuk más szóval egónak, az, ami sokszor meggátolja ezeket a megtapasztalásokat. Ami nem hagy reményt kiteljesedni a mi életünkben, és ami elszakít Istentől. Dávid esetében valljuk be, egy ilyen menekülést mi ma eltitkolnánk. Azért ez ciki, nem? Mit fognak gondolni? Mit fognak rólam gondolni a gyülekezetben? Ha a mi hitünk, a mi vallásgyakorlatunk nem juttat el bennünket oda, hogy a mi önbecsülésünk nem ilyeneken áll, akkor nem jelent számunkra megoldást a vallás. Sőt, inkább a probléma részét fogja képezni. Állandósítja a dühöt bennem, állandósítja az önmarcangolást. Ellenségeket teremt, és szinte mindig kirekesztő lesz, ha meg kell állapítanunk, hogy ki a bűnös. Mi a mi rendeltetésünk a Földön? Ezt egy nálamnál jóval bölcsebb ember úgy fogalmazta meg, hogy a keresztény ember a másikért itt élő ember. Csak egy megfelelő kapcsolatrendszerben tudunk szerethetőek és megérinthetőek lenni. És így tudunk mi is szeretni és másokat elérni. Ma a közösséget az fogja megkísérteni, hogy jobb otthon megélni a hitünket egyedül. Nem kell a másik, nem kell a gyülekezet. Aztán egyszer csak azt fogjuk ám észrevenni, hogy nem kell Isten a mi vallásgyakorlatunkhoz. Jó lesz egyedül lenni, csak egy idő után az lesz a baj, hogy nem lesz kinek elmondani. Gyakran előfordul, hogy mi keresztények az evangélium üzenetét valami morális konfliktussá degradáljuk. És ebben teljesen győzedelmesnek érezzük magunkat. Felsőbbrendűnek érezzük magunkat. És az az igazság, hogy eközben magunk felé egyébként semmilyen elvárást nem támasztunk. De az az igazság, hogy ez a bajban, a próbákban kevés lesz. Ha a próbákban a saját fejünkkel, gőgünkkel próbálunk megoldást találni, akkor az énünk egy sokkal jobban álcázott, és mindentől és mindenkitől távol lévő megoldást fog találni. Aztán gyakran hallok olyan véleményeket, amelyek szerint egy érett kereszténynek már nem az evangélium gyerektörténeteire van szükség, hanem keményebb eledelre. A törvények helyes ismeretére, a végidő apokaliptikus proféciáinak pontos értelmezésére. Nem győzöm hangsúlyozni ezt, hogy fontos. Ez a kijelentés része. Ezek Isten kinyilatkoztatásai. De mostani időben azt látom, hogy az emberek hitéletében nem itt van a probléma. Nem ezeknél a magyarázatoknál. A hármas angyali üzenet lényege az örökké való evangélium, Krisztus szolgálata. Az isteni kinyilatkoztatás csúcsa, az Istenben elrejtett reménységem alapja, egy személy, Jézus a Krisztus. Aki őt szemléli, az megláthatja Istent olyannak, amilyen ő valójában. Megtapasztalhatja Isten jóságát és gondoskodását.
Nem azt mondja az ige, hogy mindent megkap az ő benne bízó. Nem azt mondja az ige, hogy mindentől megóvja Isten, hanem azt mondja, hogy minden a javára van. Ezt az alázattal és hittel tudjuk csak megérteni. Ennek a hitnek azonban több aspektusa van, amire szeretnék röviden kitérni. Ennek a hitnek van egy intellektuális oldala. Elfogadom azt, amit Isten a kijelentésében mondott. Igaznak tekintem Isten igéjét. Aztán ezt bizony meg kell vallani, szóban, valóban. A hitet, amiben én hiszek, Isten és ember előtt megvallom. Aztán van egy személyes oldala, hogy szívvel hiszek abban, hogy valóban van üdvösségem. Ez egyfajta egzisztenciális megismerés. Tovább lépve viszont a hit cselekedet is. A hithősök a tettek emberei voltak. Megvallották az Úr szavát a népük előtt, de annak megfelelően cselekedtek is. Noé hitáltal épített bárkát. Ábrahám hitáltal hagyta el atya házát. Józsué hitáltal járja körül Jerikó falait. Amelyik hit nem cselekszik, az halott hit, mondja a Jakab levele. A Biblia nem a hithősök magasztalására írt könyv, mert minden jóság Istentől van. És az az igazság, hogy ezek az ajándékok számunkra is nyitva vannak. És végül a hit folyamatos történés. Az üdvösséghez hasonlóan nem elég egyszer hinni. Egy házasságban sem elég egyszer hűségesnek lenni. Az, hogy tegnap hűséges voltam, az nem segít abban, hogy ma hogyan viselkedem. Így működik a hit is. Éppen ezért úgy hív minket az ige, hogy amikor az ő szavát halljuk, ne keményítsük meg a mi szívünket. Próbáljuk meg az ő szavát a mi egónk elé helyezni. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de Péter második levele úgy fogalmaz, hogy az ő prófétai beszédére, ha figyelmezünk, ez világító szövétnek, és hajnalcsillag lehet a mi életünkben. Én azt látom, hogy sokszor az rántja ki a lábunk alól a talajt, hogy mi csak a távcsőbe kémlelünk. Próbáljuk valahogy a horizontot vizsgálni, hogy mit hoz a holnap. De a mi reményünk nem így működik. A szövétnek fénye arra elég, hogy meglássuk a következő lépésünket. Ma is volt mit enni. Este lesz hova lehajtani a fejünket. Ma is van lehetőségünk a másik emberért tenni. Szeretni a másikat. Aztán a hajnalcsillag egy olyan pont, amit a saját erőnkből soha nem érhetünk el. Mégis megéri követni, mert elvezet a célunkhoz. Ez az, ami az Isten reménységének a képe. A Római Levél a 15. részben így fogalmaz. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ez a reménység az álhatatos pozitív várakozás, ami túllát a nehézségeken, ami megtanít lélegezni a víz alatt. Ebben lehetnek horgonyaink, amelyek segítenek. Az első ilyen, hogy elismerem, hogy tehetetlen vagyok Sátán kísértésével szemben. A második, hogy elfogadom, hogy az életem ott van Isten tenyerén. Ezt oda kell helyeznem. Bármi történjék is, nekem örökségem van Krisztusban. És végül éppen ezért tudom, hogy a dolgok jóra fognak fordulni, és az én javamra válnak. És ekkor tudom őszintén elimádkozni a 91. Zsoltár szavait, oltalmam és váram, Istenem, akiben én bízom. Az ördög éppen ezeket akarja elvenni. Éppen azt akarja elhitetni, hogy a dolgok rosszra fognak fordulni. A remény egy pozitív látásmódot ad. Mindig van reménysége az igaznak. Amikor a halál árnyékának völgyében is jársz, az igazi reménység megadja azt a látást, amire éppen akkor, éppen ott, éppen úgy lesz szükséged. Van reménységünk Krisztusban. Ez a mi szövét nekünk. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy érezzem és lássam az Úr jóságát. És így válik lehetővé, hogy őszintén átélhessem a Biblia szavait. Csak Istennél csendesül el az én lelkem. Csak az isteni békesség adhat ilyenkor valódi segítséget, ez az Istenbe vetett élő reménység. Dávid megírta a 34. Zsoltárt, és megtapasztalta Isten szabadítását. Félre tudta tenni az énjét, azt, aki ő maga, és átélhette a szabadítást.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezután fedhetetlen volt. Sámuel második könyvében azt olvassuk, hogy Dávid ezután megfeledkezik arról, ami eddig az életében történt, félretesz mindent és mindenkit azért, hogy a vágyait követhesse. Amikor az énünk kerekedik fölül, akkor az elkövetett bűneink után sokszor az alkalmakat kezdjük el szídni, és nem a döntéseinket tesszük mérlegre. Az egónk nem engedi, hogy beismerjük azt, hogy egyedül gyengék vagyunk. Pedig az az igazság, hogy nem a kísértés rossz önmagában. A kísértés a győzelem lehetőségét hordozza Istennel. Az alkalom nem szül tolvajt, az alkalom csak megmutatja, hogy kiben lakik tolvaj. A hívő ember bűne akkor következik be, ha az énünk eltakarja Isten eddigi vezetését. A bűn lényege, hogy elszakadunk Istentől, és elszakadunk a másik embertől. Elszakadunk attól a látástól, ahogyan Isten vezetett bennünket. Elszakadunk az Istenbe vetett reményünktől. Múlt héten János Zákeus példáját hozta ide. Szeretnék egy pár gondolatig csak visszatérni rá. Előfordul, hogy úgy érezzük, hogy nem kívánatos ember vagyok. Nem vagyok szívesen látott ember ezen a földön. Áthatom magam ennek a küzdelemnek, vagy hagyhatom, hogy ő, aki eljött értem, megszabadítson a félelmeimtől is, és a megfelelés kényszeremtől. Zákeus esetében Jézus akarta a találkozást. Jézus jött Zákeushoz. Nincs ez ma máshogyan, ma sem. Szeretne veled ma találkozni. Már csak az a kérdés, hogy mikor. Csak a végidei proféciákban. Csak azokban a meghatározott eseményekben, amikor azok megtörténnek, és utána találkozunk Krisztussal. Vagy ma. Mert annyit mondhatok, hogy ő, aki eljön majd az ég felhőjén, ugyanaz lesz, aki ma szeretne veled találkozni. Mert nála sem ma, se holnap nincs változás. Ő mindörökké ugyanaz. Ha nem érzem, nem látom, hogy az Isten jó, vajon ki tudom mondani Jákob éjszakájának a mondatát? Én nem engedlek el, még meg nem áldasz. Nem engedlek el, Uram, ameddig nem tapasztalom meg a jóságodat. Nem engedlek el, ameddig nem éltem át a te reménységedet. Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Ő erre vár, hogy ragaszkodjunk hozzá, mert ő ragaszkodik hozzánk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a te ígédért. Hálát adunk neked azért, hogy ebben a vészterhes időben is te minden nap megmutatod a te kegyelmedet, és hordozol bennünket napról napra. Uram, szeretnénk a mi életünket letenni te eléd. Arra szeretnénk kérni, hogyha néha el is gyengülünk, a te reménységedet segítsd, hogy láthassuk, hogy megtapasztalhassuk, hogy megízlelhessük. Uram, szeretnénk a te segítségedre hagyatkozni. Arra kérlek, hogy te áld meg ezt a gyülekezetet, te áld meg azokat, akik most hallgatják ezt az alkalmat, és légy velünk, hogy valóban te feléd mindig nyitott szívvel lehessünk, és mindig nyitott szívvel lehessünk egymás felé is. Őrizd meg bennünket ezen az úton, ezen az utazáson, a te fiad visszajöveteléig. Jézus nevében. Amen.